Rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte a baloldal a sportkomplexum beruházás kapcsán. Nemény András elmondta, hogy a stadion építésének befejezési határidejét közgyűlési döntés nélkül hosszabbították meg, ami kárt okozott a városnak, mert másfél milliárd forint értékű kötbér veszett el. A téma napi vételét azonban elutasította a testület. A baloldali frakció ezután sajtótájékoztatót tartott, Épkovics György kifejtette, folytatják a vizsgálatot az ügyben. A Fidesz frakció közleményben reagált, e szerint minden a szabályok szerint történt, a város semmilyen kár nem érte. A szerződés módosítása egy plusz 600 millió forintos műszaki tartalom megrendelése miatt történt, amiről a közgyűlés is tárgyalt. Amennyiben kötbérfizetésre kerülne sor bármilyen okból a jövőben, a befolyó pénz nem lehetne a város bevétele, hanem annak összegével az állami ráfordítást kellene csökkenteni áll a közleményben.